Az olaszországi választások kampányának egyik témája az uniós politika, a gazdaságpolitika és migrációs politika mellett a magyar családpolitika, annak átemelhetősége, átmentése volt. Több olasz jobboldali példaként hivatkozott a magyar útra, e téren is. Kérdés, hogy a rövid távú válságkezelés közben van-e erő, vagy lesz-e erő ilyen stratégiai, hosszú távú ügyekre. Itt van velünk a vonalban Molnár Balázsa, a Kopmária Intézet elnök helyettese. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Vannak vagy voltak, hát most számon kérhető konkrét családpolitikai intézkedések, vagy intézkedések ígérete az olasz kampányban? Voltak, igen, minden jobboldali vezető politikus, Giorgia Meloni is, Salvini is és, és Berlusconi is többször elmondta azt, hogy nagyon fontos, hogy valamit tegyenek az olasz demográfiai, téla demográfiai negatív folyamatok megfékezése érdekében. Olaszországban az egyik legrosszabbak amúgy ezek a folyamatok. Harmadával kevesebb gyermek születik, immár 100 nőnek csak 124 gyermeke születik, úgyhogy nagyon, nagyon fontos, hogy kevesebben házasodnak nő a vállások száma, sőt, ami talán szintén gazdasággal is összefüggő intézkedés vagy lejelenség, hogy az olaszok, olasz fiatalok az ötödik leghosszabb ideig vannak az uniós polgártársai között otthon nem tudnak elköltözni. Ez mind olyan ügy, ami, ami hozzájárul ahhoz, hogy egyre kevesebb gyermek születik, és erre annálnak választ a, a jobboldali vezető politikusok, egyrészt támogatnánk a gyermekeket, gyermekek szülését, illetve a gyermeknevelést, és azt gondolják, hogy, hogy gazdaságilag is olyan olyan intézkedések meghozatal a szükséges, amely elősegíti ezt nem segélyként, hanem mint egy a munkához kötésként így is másolnák a magyar intézkedéseket. Úgyhogy döntően fontosnak tartják a demográfiai folyamatokat, és szeretnének fellépni azok ellen, és itt azt látják, hogy Magyarországnak egyszerre sikerült stabilizálni a gazdaságot 2010 után, és növelni a gyermekvállalási kedvet a családtámogatások által. Ugye a demográfiai kihívásokra tulajdonképpen adtak egy választ az elmúlt években az olasz baloldalon, ez volt a migrációnak az erőltetése. Ez kimondták, vagy most a választásokon tulajdonképpen erről is beszéltek az olaszok, hogy ez nem jött be? Így van, ez teljesen, teljesen egyértelmű, hogy ez, ez, egy, ez egy téves elképzelés. Amúgy, amikor megkérdeztük az olaszokat egy reprezentatív felmérésben a századvéggel közösen, akkor a több mint a kétharmaduk azt mondta, hogy a demográfiai kihívásokat nem a migráció erőltetése által, hanem a családok támogatásával kellene orvosolni, és ez a kérdés is igenis előkerült a, a választási kampányból, ugye Szalvini belügyminiszterségihez köthető még, amikor az olaszok megállították a, a, tömeges migrációt, majd utána, amikor őt eltávolították ebből a pozícióból, akkor újra egy nyitott határok politikáját folytatotta az előző kormányzat, és ebben erre egyértelműen nemleges választ adnának, ők is követnék azt, a, azt az irányt, amit a közép-kelet-európaiak, az a Magyarország is gyakorol, hogy nem engednek be gazdasági migránsokat az országba. Az előbb mondott egy adatot, 100 olasz nőnek 124 gyermeke születik, tehát 1,2-es nagyjából ez a uh, termékenységi ráta, ami ugye most Magyarországon sok intézkedésnek köszönhetően 1,5-1,6-ra már fölment, igen. De hogy miért lettek ilyen rosszak az olasz demográfiai mutatók, miközben egyébként egy családcentrikus uh, nemzetként ismerjük Olaszországot arra, van-e valamilyen kimutatás, vagy valamilyen magyarázat? Részben ennek gazdasági okai is vannak, ha megnézzük, hogy az előző 10-11 évben hogyan alakultak például a munkanélküliségi mutatók, az ifjúsági munkanélküliség, különösen akkor ott tragikus számokat látunk, míg Magyarország az előző 11 évben a harmadára tudta csökkenteni a, a munkanélküliségét Olaszországban nőtt az, amúgy nekik alacsonyabb volt a 11-es adatuk, mint a magyar, és most mégis háromszor annyian munkanélküliek, illetve ugyanez elmondható az ifjúsági munkanélküliségről is, még Magyarország meg tudta felezni. A vonatkozó adatot addig az olaszoknál nem csökkent érdemben, az majdnem minden harmadik fiatal munkanélküli. Tehát ezt tudjuk, hogy a termékenységre nagyon negatív hatással van az, hogyha, hogyha bizonytalan a, a gazdasági növő, hogyha nincs prosperitás. Egy másik felmérés szerint a franci és az olasz fiatalok látják a legsötétebbnek a jövőt, míg a, magyarok, a magyar fiatalok a legbiztatóbbnak. Leg Úgyhogy összességében az látszik, hogy hogy Olaszországban is ugye régiónként erősen változik, de vannak olyan régiók, például Szardénia szigete, ahol már száz nőnek kevesebb, mint száz gyermeke születik, amely, amely, a teljes, teljes kihalás felé mutat. Nem véletlen, hogy például a szigetre tízezer euróval csábítják a gyermeket nevelő fiatalokat. Egyébként akkor itt a magyar példa kapcsán az anyagi ösztönzőket kell érteni, tehát a népességfogyást, azt a családok aktív segítésével lehet ott is megoldani, vagy tervezik ott is megoldani? Az biztos, hogy példaként tekintenek a magyar politikára. Egyrészt a családi adózásra, másrészt pedig arra, hogy a munka vállaláshoz kötődjenek a, a családi ellátások, ne egy segélyezési politikaként jelenjenek meg azok, hanem egyszerre próbálják az a gazdasági aktivitást és a, család, a családok megsegítését zászlójukra tűzni. Ugye ez az, ami Magyarországon elhozta azt, hogy most már több mint 1,1 millióan többen dolgoznak, és közben 27%-kal a legmagasabb mértékben nőtt a termékenység az uniós tagállamok között az előző egy évtizedben. Ugye a magyar kormányfő éppen tegnap az őszi törvénykezési időszak nyitányaként mondta azt, hogy az aktuális gondok ellenére a stratégiai célokról nem mond le a magyar kormány, tehát továbbra is fókuszban maradnak ezek az intézkedések. Ugye itt tíz egy néhány év alatt sikerült eredményeket elérni, feltételezem egy-két hónap alatt is le lehet rombolni ezeket. Azt tudjuk, hogy a családpolitika demográfiai folyamatok terén nagyon nehéz eredményeket elérni, nagyon hosszú ideig tart az, azonban lerombolni, elvenni támogatásokat, nagyon gyorsan is lehet, ugye erre jó példa volt, vagy hát rossz példa volt a, a gyócsánybajnai korszak, amikor számos családtámogatást elvettek a családoktól, és rögtön meg is mutatkozott a, a termékenység visszaesésében ez. A gazdasági bizonytalanság az egyik olyan tényező, ami sosem kedvez annak, hogy több gyermek szülessen. Az olaszok, is, az olaszok is úgy gondolják, hogyha sokkal több gyermeket látnának ideálisnak a családokban, több gyermeket szeretnének, de ugye számosok ok vezet ahhoz, hogy ezek a gyermekek nem születnek meg, és egy nagyon strukturális és stabilitás mutató építkezésre lesz szükség ott is a jobb oldal által, hogy ezek a, a tervezett gyermekek minél nagyobb számban megszülethessenek Olaszországban is. Említette már az előbb, hogy Magyarország és Olaszország is felmérések szerint egy családcentrikus. Nemzet vagy nemzetek, ahol most gazdasági okokból kifejezőleg alakultak úgy, például Olaszországban az elmúlt években a demográfi, demográfiai adatok, ahogyan, viszont ugyanezen felmérésekben olvasom, hogy egyébként a németek és a franciák is azt mondják, hogy a család és a gyermek a legfontosabb érték, miközben egyébként ezeket a nemzeteket. Most ezekben az években, évtizedekben a, a legerősebben a nyitott kapuk politikáját folytató népekként nemzetekként ismerjük meg. Tehát. Tulajdonképpen nyitott kapukat dönget Olaszország is, meg ezek a nemzetek is ezzel a fajta családpolitikával, vagy ezzel az irányváltással, hogyha megtörténik ez az irányváltás? Ez a nagy problémája a mostani progresszív politikát követő európai mainstreamnek, hogy nem kérdezik meg az embereket arról, hogy valójában mit gondolnak a családokról, mit gondolnak a nemzetről. Ezek ilyen hiánypótló felmérések részben, magyar felmérések amúgy, amikor végre elmondhatják azt az olaszok, a franciák, a németek, hogy mennyire fontos nekik a családjuk. Nagyon érdekes az amúgy, hogy azt gondoljuk, hogy a mediterránok a legcsaládcentrikusabbak, úgy ez az egyik sztereotípi, ami él a fejünkben, de, de azért ezek a kutatások azt mutatják, hogy a közép -kelet európaiak élő a magyarokkal jóval családcentrikusabbak, mint az olaszok, illetve például a, a, a görögök, vagy akár a spanyolok. Az is igaz, hogy ők pedig családcentrikusabbak, mint a, mint a skandinávok, vagy akár a németek. De azért azt látszik, hogy a családja igenis majdnem minden európainak jóval több mint 80%-nak fontos. Egy másik felmérés szerint a család és a gyermek a 92%-nak egy nagyon fontos, vagy kiemelten fontos érték, úgyhogy összességében lenne, lenne móda arra, hogy a hogy a mainstream politika is afelé forduljon, hogy a valós igényeire reagáljon az európai lakosságnak, és látjuk azt elsőprő jobboldali győzelem született a vasárnapi olasz választásokon, hogy erre vevők lennének a választók, hogyha, hogyha kapnának ilyen alternatívákat, akkor, akkor igenis fontosak nekik ezek a kiemelt fontos, kiemelten fontos területei az életnek. Hát igen, a valós igények kiszolgálásához az kell valóban, hogy ismerjék az embereknek a véleményét. Ez egy ilyen reggeli hírműsor volt, most már lassan a végére, érünk talán ön a harmadik vagy negyedik olyan interjú alany ebben a, ebben a reggelben, ezen a reggelen, aki arról beszél, hogy nem kérdezik meg a nyugat-európai társadalmakat, az őket érintő legfontosabb kérdésekben. De egyébként akkor alternatív, vagy ötleteik lennének, hogy hogyan kell a német, a francia, az olasz, a spanyol családpolitikát folytatni? Én azt gondolom, hogy nagyon sokan amúgy, amúgy figyelemmel kísérik, hogy mi zajlik a magyar családpolitikában itt Magyarországon is milyen eredményeket tud az felmutatni. Örvendetes az, hogy, a, hogy jobb oldalon ők, ők, már kormány közelre is kerülnek, és, és minden valószínűség szerint kormányt is alkothatnak. De vannak ilyen partnerek, amúgy Spanyolországban is a Vox például nagyon, nagyon fontosnak tartja azt, hogy kövesse, hogy mi történik a magyar családpolitikában, de más országokban is. Az lenne a fontos, hogy ezek az erők ne csak ellenzékből, hanem kormányról is tudják megvalósítani ezeket a programokat, és így át tudják ültetni azokat a a saját viszonyaikra, a saját specifikumaikra, amiket Magyarországon már sikerre vitt az előző 12 év konzervatív kormányzás. Köszönöm szépen. Molnár Balást a kincselnök helyettesét hallották az elmúlt percekben. Köszönöm szépen.